Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen Kökiről. 10 perc múlva fog jönni a szegedi gyorsvonat, azzal irány Kecskemét, aztán busszal Vallószög, és folytatjuk a 152-es bejárást. Úgyhogy Ádám majd valahol Kecskeméten fog becsatlakozni. Már valószínűleg Cegléden át fog szállni erre a vonaton, mert én is megyek. És közben egy ilyen gyors találkozó volt Double Z-vel is, mert ő meg megy oroszlányba fotózni. Vagy hát valamilyen azért ikaruszos fotós menetre. Úgyhogy még sikerült itt is összefutunk. Hát azzal a flörtelmen az első videó lesz. Ugye a videóztam, mikor kimegy. Innen a 8-asról. Hát a mi vonatunk meg majd valószínűleg a 4-estől fog jönni, úgyhogy hamarosan át is kéne menni. Hello, sziasztok, megérkeztünk Kecskemétre. 25 perc múlva indul valószínűleg, megérkezett Ádám is, sarkadt felül, Cegléden felszállt arra vonatlan, bejöttem. Az igen, nagy füst felhív a kamerába. Ja, hát mert bagózva, mindenki bagózik, mert tudom, mint meteorológus Mihály. Ja. Hatalmas, hogy fekete füst felhőben, mindenki bagózik. Ja, mindegy. Szóval 25 perc múlva indul a busz Vallószögre. Most mindjárt megkeressük a buszpályúval, hogy honnan. Igen, a vasútállomás az itt van. És mellette van a buszpályaudvar, plusz az egyes busznak ott is van egy megállója, egy kis kicsivel arrébb, ami pont a vasútállomás előtt áll meg. Buszpályaudvar meg arra van, és egyébként ott van szemben a buszos kocsma. Ahol van megint? Hát ja, benézhetünk most. Most még azon is gondolkozunk, hogy lehet, hogy nem megyünk el a 840-esen, mert elég nagy köd van még. Lehet, hogy várunk még egy órát, mert egy óra múlva megy. Ki lesz a 940-kor is? Igen. Akkor is megy egy busz Vallószögre, akkor lehet, hogy azzal megyünk át, addigra talán feloszlik a köd. Vagy ott kimegyünk vonalat sejtelni, full ja, ködben. Végül is időnkbe belefér, mert... Vagy kimegyünk full ködben, semmit nem látunk. Hát most azért akkor a köd már nincsen így látva, hát igen. Bent városban, de most is ahogy jöttem, ott Abony meg Cegléd közt is olyan köd volt, hogy a vonatból 2 méter nem volt, kökén is volt. Amikor jöttem, hogy kökén is volt. Na mindegy, hát már elmegyünk a buszosba, aztán majd megtanakodjuk. És akkor üdvözlet mindenkinek, itt vagyunk ismét Vallószögön, a buszfordulóba. Most busszal jöttünk, de onnan folytatjuk, ahol a múltkor abba hagytuk. Kereken egy héttel ezelőtt, akkor itt fejeztük be a túrát, most itt fogjuk elkezdeni. De először még elmegyünk a büféig, igen. Némézé, kaja meg piavételezési céljából. Meg fáradt gőz leeresztés. Igen, körében, igen, a fáradt olyat is le kell engedni. Hát akkor megyünk, hát innen körében egy utcányira van. Vagy még annyi se. Egy utca kávé. Már szerintem simán elsétáltunk, hogy vonal sineked is eddig, és a következő mellékutcán bejövünk, de most már mindegy. Hát akkor majd visszasétálunk, azt innen folytatjuk. Csak pont szemből süt a nap. Nem baj. Tehát mindenkinek akkor... Sziasztok. Onnan folytatjuk, ahol múlt héten abba hagytuk. Ilyen szintén, akkor egy kis kezdés. Bemelegítésnek, ilyen 10 kilométer, vagy hát ilyen 10-12 kilométer vonat bejárás vár ránk, úgyhogy... A maradék szakasz. Igen, hát a maradék szakasz. Vallószögtől Kecskemét alsói. Egészség. Megisszuk a sört, aztán indulunk. Ott vagyunk, ahol a múltkor abba hagytuk. Ennél az átjárónál tértünk le. Így 30 km gyaloglás után a múltkor. Arra fele fogunk tovább menni, hát elvek pár száz méter, és ott lesz Vallószög állomás. Megálló hely is van csak. Megálló hely, nem állomás? Mondtam, hogy Pete Gabi videóján is, ami 2007-ben volt, csak egy darab vágány, meg egy sima kis peron volt, amit néztem. Hát, mert az állomásnak nem mutatták, plusz ott még rakodás is volt. Google az úgy mutatja, hogy több vágányos, de hogy Pete Gabi... Hát lehet, hogy megálló rakodó helynek vissza lehet minősítve. Hát mindegy, majd eljutunk arra, és meglátjuk, hogy mi van ott. Hát egy olyan pár száz méter maximum, és ott leszünk. Csak megérkeztünk Vallószögre. És lehet, hogy már csak egy átmenő vágány van, tehát az állomásból tényleg ennyi maradt. Hát viszont látszik, hogy ott látszik a másik vágány helye, meg minden. Még egy vágány azért legalább volt, persze. Volt, tehát még egy volt, annak itt volt a helye. Pete Gabi videóján is már csak ennyi volt itt. Sőt, nem is kétrészes bézé, egyrészes bézének van már csak itt peron, hogyha azt nézzük, hogy méretileg. Itt kb. Csak egy motorkocsi fér be. Hát annyi, tehát annyi peron csináltak, hogy egy motorkocsinak elég legyen.
És akkor nézzünk szét. Akkor, és akkor itt van még ráadásul a régi felirat is. Hát a neonok azok már eltűntek, viszont ezt még valószínűleg lakták is, mert... És ráadásul itt van egy ilyen ezért szellőző, ez valami gázkazánnak vagy gázbojlernek lehetett a szellőzője. És ezt nézd meg, itt meg egy ezért keverőtárcsás hajdúmosógép. Ez is igazi retro. Van a hajdúházas pár. Sajátok, itt szerintem ezt az épületet lakják. Tehát akkor valószínűleg vigyáznak rá, és kardban is van tartva. Meg, hát megnézd meg, hogy azok a redőnyök is szerintem újak. Hát ez a dolózás meg pláne itt a... Mert ez volt egyébként a régi utcafront. És akkor igen, szokás szerint ugye itt volt a part, hát szintén a fa részét azt már ellopták, mert azt el lehet tüzelni. Ez volt, és... Ugye itt volt, arról jöttünk, arra van Köncsög, és akkor kb. 3 km és megyünk tovább Helvécia fele. Akkor megérkeztünk Helvécia állomásnak az előjelzőjéhez, de ez sem működik. De hogy... ott is van rajta ott a érvénytelenítőnek a... De hát nincs érvénytelenítve. De ott van neki ott a rész, csak szerintem az is vagy leletszedve, vagy leesett. Hát az árbolt ott van, viszont nincs érvénytelenítve, mert akkor ott a két ezért, az X-nek is ott kéne lenni a tetején. Hát lehet viszont, de ha leesett volna, akkor meg itt lenne valahol. Lehet elvitték. Jó, ja, lehet, hogy ellopták végül is. Beveszik a mélytelepen ezt is. Ja. Na, akkor megérkeztünk közben itt a Helvéciának a följelzőjéig. Ott látjátok, és ez már érvénytelenítve van, nem is működik. Tehát innen webileg pár száz méter, és megérkezünk Helvécia állomásra. Innen jöttünk, szóval a pálya eddig a több kilométer keresztül nyilegyenes volt. És akkor sétáljunk tovább, előbb-utóbb megérkezünk Helvéciára. Ezt nézzétek, megérkeztünk Helvéciára. Itt egy fénysodompós átjáró, legalábbis volt valaha, mert itt van a doboza. Errefele tovább van Helvécia, itt pedig van egy kocsma. Akkor ezt nézzétek, bejöttünk azért, folyóügyeket intézni itt azért, a helyi talponállóba. És ha már úgyis itt voltunk, akkor még egy sört is megiszunk. Sőt vagyunk, ja, nekem is van. Helvécián. Igen, Helvécián, ott a vasútállomás előtt vagyunk egy kicsivel. Előrébb menjünk egy 50 métert, ott van a váltókörzet. Hát ott van a váltókörzet mindjárt, tehát itt az átjáró. 50 méter körül. Ez az esélyes átjáró, itt ez már az állomáshoz tartozik. Úgyhogy akkor ennyi. Hát megiszunk ezt a sört és megyünk tovább. Ennyi. És akkor megérkeztünk Helvécián, itt van az állomás bejárata. És én tudtam, hogy valamit otthon felejtettem, hát az nem más volt, mint a napszemüveg. Most alig látok valamit, hogy még kicsit ott a nap. Megnézed a váltó kicsit. Hát ja, szokás szerint igen, tehát a kiszolgált váltó. És kulcs azonosítós, igen. Ott van a kulcsnak azonosítónak a része. Érkeztünk Helvéciára, itt van a pad, és még a fa része is megvan. Ami ritkaság, és itt van a felvételi épület. És igazából eddig még mai napig van teherforgalom, itt ott a szemben lévő rakodón még mindig fát rakodnak. Persze, mert amint ablak, tehát az a betű az ablakban van. És USB-lappal be van nyomva az állomás épület. De viszont látszik azért a feliraton, látszik, hogy rongálással lett leszedve, mert ott igen. A betű is ott össze van gyűrve. Ma még a túloldalt megnézzük. Nézed, akkor ott igen, de egyébként meg az emeleti részen a szolgálati lakás az OSB. Igen, mert oda nem tudok fölmenni. Ja, hát itt van az utcafronti rész. Itt lent, amit elér az ember, ott sima ilyen lapokkal van. Hát ez is sajnos a lakatlannak, hogy így elnézve, igen. Betörni. Ez viszont lakatlan. Hmm. Azokat a falapokat azért nem olyan könnyű azokat betörni. Hát nem. Érzéltem. A vezetékek is. Villanyvezeték. Igen, de ilyen csatlakozókat láttál már? Hát eddig nem. Mert meg ráadásul négy vezeték is van. Tehát, és egy kis épületben meg a kettő szokott lenni, a fázis meg a nulla. Itt vigyázz, mert ez a föld alól jön. Hát nézd meg a vizét. Elvileg a csíkos a föld elé, és a kék a nulla, a fekete a fázis. Hogy a barna micsoda, azt nem tudom. Ez is kotyantós. Na hát akkor itt nem megyek be, hát. Itt a másik. Hiányzik az nekem azt a bűzt megnézni? Itt a másik pottyontó. Aha, ennyi. Hallod, ez meg ilyen pincés és izén, csak ott vannak a lejáratok. Hoppá. És tényleg. De, mindenkor itt lejárat. Hát ezt főleg szemetelésre használják. Hát.
Nagyon másra már nem lehet, vagy nem tudom. Szerintem ilyen Lego bunker lehetett. De mi volt ez? Ez egy Lego bunker? Szerintem az, nézd csak, mert arra van egy bejárat arrafele. Arrafele. Nem megyünk le? Hát várjál, itt. Nézd meg, itt be tudunk menni. Hát én nem mászok be ezen a szűk lukon. Nem olyan szűk ez, ez szűkebb. Igen, mit találtunk? Hát itt valami bunkát, ahova te le fogsz menni. Itt van a bejárat. Én bemegyek, mert Dani az nem mer bemenni. Hát fosos Jóska. Én nem mászok be ebbe az egy férdig Jézus szemét helybe. Hát még csak kavicsok vannak. És itt még simán be is lehet jönni. Hát, valóban térdig érő szeméthegy van. Hát itt nem is kell tovább menni, mert itt a szűkrésnél, amit találtunk, ott le van még USB lappal takarva egy oldalod, nem is lehet tovább menni, úgyhogy. Pedig azt hittük valami Lego bunker vagy valami. Lehet, hogy az volt fénykorában, csak be lett falazva, de tudja a franc. Úgyhogy ennyi. És akkor itt vagyunk LVC-en a lakodón, eddig van kiszolgálás teherforgalom szempontjából, itt fát lakodnak. És ha megnézitek itt a sineket, akkor látszik, hogy fényes, tehát itt eddig van a lakodás. És itt a vágány mellett még ott van egy vagy két farunk is, nézd csak. Ja, hát az lemaradt. De itt is teli van minden... Ja, forgácsa, persze, hát itt ezért fát lakodnak. Na és akkor megyünk tovább Kecskemétig. És akkor itt van Helvécia állomás. Egy már felbontott iparvágány a fatelepre. És ott van az érvénytelenített kiállati jelző. És egy pályatelefon. És akkor megyünk tovább Kecskemét alsó fele. Azt értem, de itt vagyunk Kecskemét Kadafalán a 90-es szelvénybe. És szerintem ott volt egy bizbel szekrény, tehát szerintem itt egy fénysodompós átjáró volt, mert... Bizbel szekrény biztos nem, az kicsi a beton. Nem, de hát jelzőre biztosítottak, mondják. Itt a kereszttábla szerint, szerintem itt fénysodompó volt. De mondják is, itt jobban szétnézünk, hogy lehetett itt. Meg lehet, hogy volt itt egy peron is. Mert nagyon itt, mint a megálló helyet volna. Plusz nézd meg azt az épületet, az emélyen vasúti. A kerítés sem vasúti, úgyhogy... Hát... Úgy mondjuk az igaz. Az biztos, hogy nem az volt. Ja, igen. Igen, az már látszik, akkor a széleg nem az volt. Ha itt megálló hely volt, akkor valahogy lehetett a peron, de az nem mostanában, az is biztos. Ja, azon ott valószínű, hogy a 70-es években. Hogyha egy 10-12 éve zettett volna megszokott, akkor nagyobb nyomát kéne, hogy lássuk. És akkor megérkeztünk az M5-ös autópálya alá. Tudjunk-e? Felettünk itt vagy az autópálya. És itt van a vasútvonal. Hát innen már csak pár kilométer a homokbányai kolesz, aztán meg utána Kecskemét alsó, meg körülbelül még négy. Na, ott még valami lépcső is van. Na, hova mész ezért? Magaslati kilátót? Ezt a lépcsőtől van a szövegek felé. Milyen szövegek? Mindennél jobban szeretnek, meg ilyen. Ja, szóval közérdekű közlemények. Ja. Ja. Várjál. Azt mondja, hogy ha... Szép. Hát ezt most nem tudom dekódolni mindegyiket. Az ott egy van, aki mindennél jobban szeret. Van egy, ez van egy érdekesség. Ez csak olyan. Valaki kinyifont itt szerintem. Itt. Emlékezz rám. Meggyújtva. Hát de pont itt. És még tapjú és üvegek is nézd, hogy végén vannak rakva. Na de... Csak úgy kerültek. Hát de lehet, hogy az autópályán, nem? Hát ha az autópályán lett volna, akkor biztos, hogy nem a híd alá rakják. Hát de hogyha valahol errefele... Az is előfordul. Hát jó, hát mit lehessen tudni. Na és akkor megpihentünk itt az autópálya alatt. M5-ös autópálya, itt megpihentünk. Megiszunk egy sört, aztán megyünk tovább. Megfordítodott a vasúti mögöttünk. Egészségedre, ott van, igen, ott van a vasút, felettünk van az autópálya. És abból az irányból jöttünk, és arra megyünk igen. Tovább. Hát itt erre fele lesz majd mindjárt homokbánya. És itt ezen a lépcsőn jöttünk. Igen, fel. Hát igen. Mutasd meg ott az emlékművet, és ott ami oda van állítva. Azt már mutattam. Mutattam?
Na, elbefelől jöttünk, és hamarosan beérünk Kecskevét külterületét. 72-es szervény, az már a koleszos átjáró lesz, és még ott van gyilas tábla. Ott van Latika jelzőn, és igen. Akkor az az lesz, ez már de kicsit közelebb megyünk, meg is nézzük. És akkor megérkeztünk a következő földúthoz, akkor ott a picivel messzebb volt a gázolaj átfejtő iparvágjának az átjárója. Hát magát az átfejtőt azt már eltüntették innen, de amikor még itt kollégista voltam, akkor láttam, hogy itt voltak, az olajt adták meg a többi, azt már eltüntették. És ott talán még símaradványok arrafele vannak. És csak ott oda, ott olyan, mintha izé töltés lenne ott. Látod, persze, ott hát az volt az iparvágjának a töltése, tudom, mert ezt én bejártam 2008-ba. Azért mondom, az elő, viszont biztos, hogy... És itt van, és errefele még a váltókat is fogod látni. Meg, igen, majdnem látszik, hogy ott meg van ott, megvan ott oldalra kodó, azt nem mondhatom, és errefele van még ott a kollégium. Itt a, hát ez már a régi odaszlatőrtlenek az edülete. Ami ott van váltó, szerintem az itt jött, itt arra az a sin, ami itt van ez a töltés, látod? Itt jött, igen, azon a töltésen jött, azt igen, mondom, ott. Jött. Tudom, mert erre még emlékszem, amikor még itt voltam kollégium, még ez az iparvágány megvolt. Csak azért mondom, hogy így ránézésre. Igen, igazad van. Csak ott itt látszik az iparvágány kiágazás a régi orosz laktanyához. Ennyi még megmaradt belőle, és ez ment egyébként a gázolaj átfejtő, plusz még itt volt valahol egy oldalrakodó. Az még lehet, hogy itt akarsz, meg tudnánk találni. Hát azt már kiszedték. Repülővágány még keres új falunál? Igen, érdeklődés hiányában kiszedték. Itt van egy viadukt. Pontosan. Nézzük, mennyire lecsök, hogyha rálépünk. Na, várjál, akkor ezt videózom. Mehet? Mehet. Még egy párat ugráljál rajta hátra. Lecsök, az ezért elég jó rajta. Főleg, hogy ott van a csatlás is. Kell rajta, hogy lehet érezni. Próbálj csak. Sejjéken megérkeztünk a hetes szelvénybe. És itt van a kiágazás a laktanyához, amit nagyon régen nem használta. Ki is van szögelve. Kampózáros. Váltózár kulcsos, úgyhogy... Ja. Következő váltó az már a késznek az iparvágánya lesz egy pár kilométer odébb. Úgyhogy amúgy azt mondják, hogy az ilyen váltózár kulcsos váltók felvághatatlanok, hogy az helyett, hogy felvágná, inkább külöki a kocsit, azt akkor... Barul is kifelé a gecibe. Hát akkor menjünk tovább. Következő az tényleg a késznek az iparvágánya lesz. Van vésve egy 4-es. És csak oda és meg egy 3-as. Római számmal. Ja. Egy 3-as, itt egy 4-es. Ott meg egy 5-ös, itt egy V-betű, nézd csak. Hát és ez mi volt? Fogalmam nincs. Nem láttam még ilyet talfába, hogy belevésnek. Hát ilyet még én se. 3-as, 4-es, 5-ös. Nem láttam még ilyet, hogy talfába belevésnek érzik. Hát mindegy, menjünk tovább, aztán majd meglátjuk. Valami jelentősége biztos, hogy van. Nézzétek, itt vagyunk már alsó széktó után Kecskeméten. És Aladin, de tahon leparkolt a sinekre. Ja. Én meg leszek a vasút helyiségével. Ja, az önkéntes PFT-s, na, leszed, segítsek? Vagy megoldod magadtól, vagy segít? Ja, megoldod magadtól, jól van. Nem olyan nehéz. Rázzuk meg hát, ha beindul. Várj, felszabadítjuk. Kakasz, kakasz! Igen. Ott meg már vannak ketten, tökéletem. Akkor menjünk, de ő csak labdázzak, akkor mehetünk. Akkor megérkeztünk egy átjáróhoz, egyébként erről jöttünk. És itt van egy fénysodompós átjáró, és ott a háttérben már látszik a szabadott mutató előjelző. Menjünk addig át, még gyorsan nem jön. Hát most menjünk át, ott most nem jön semmi. És akkor megérkeztünk Kecskebét alsónak a főjelzőjéig. Hú, az előjelzőnél csináltunk videót? Nem. Héten nem is emlékszem, akkor szerintem ott nem csináltunk, de mindegy, tehát az is volt. Nézzünk el, hogy erről jöttünk, tehát még úgy kb. Az évig megyünk, de majd az átjáró után már Kecskemét alsó van és a váltó körzete. Mert még előtte lesz a késznek az iparvágánya. Akkor 46-os szervényben vagyunk, és akkor itt van a késznek az iparvágánya, itt van még egy iparvágány, ezt nem tudom, hol ez, de majd megnézem. Ez biztos, hogy a készé. Hát te tudod, hogy ki? Fogom. Nem. És itt van még egy ilyen biztosító, tehát ilyen mézga csatlakozó, és itt van még egy fénysodompós átjáró, és viszont ez már ott a háttérben a felüljáró, az nem már Kecskemét alsónál van. Az. Tehát az már az? Ez meg viszont ilyen pályatelefon, abban lehet bedugni azt a szart. Ja persze, hát az ami mézga csatlakozót lehet bedugni, és ott lehet engedélyt kérni a behajtadásra.
Úgyhogy akkor na, menjünk tovább, Pati, nem van is messze. Ezek itt a kész átjáró után ez van, hogy 48-as sínek betonaljas pálya. Végig egyenes, hupli nélkül. Hupli nélkül, és igazán, és elembetonaljas. Na és akkor itt vagyunk Kecskemét alsó bejárat előtt, ez már a főjelző. És akkor a következő az már a 142-es az a Jóspizse fele. Ez pedig megy tovább a nagy állomásra. Vágány. És erre jöttünk. Ez ja, is, egy iparvágány itt elfele. Itt meg ez egy színes fémet rakodnak fel. A... Jaj, ezt tudom. Most csak egy-két elhaskocit látok ott benne, de már nem. És ott van az elágazás annál a bódénál. Igen. Na menjünk tovább, akkor itt vagyunk Kecskemét alsón a váltóközlekben, ezen ahol előttünk, ez pedig a 142-es, ezen el fog menni Máriavárosi, tovább nem megyünk, mert az már nagyon veszélyes lenne. Ott vannak a bokornyok. Tehát errefele fog jönni a vasútvonal, és itt fogunk elmenni Máriavárosi, csak egy kilométer. Sziasztok! Egy régi törzshelyen, mert plusz még Ádámnak is egy régi törzshelyénél itt jelentkezünk ismét. Hát azt nézzük, ahol ülünk most, ez igen, az régi törzshelyen. Igen, hát meg egyszer-kétszer én is voltam itt igazából, nem sokszor, de amikor Kecskemét eladtam, én is voltam itt. Én meg ugye itt laktam, igen, nem messze abba az irányba, azt akkor ez volt, ja, a törzshelyen volt. De most akkor bejelentetjük, hogy a 152-es vasútvonal szintén kivégezve, az utolsó tarfáj Kecskemét alsó váltó közelében van sétálva. Tehát addig, ameddig nem lehetett vonattal bejárni, addig bejártuk, mert eddig vonattal a 142-esen voltam már Bizsa meg Kecskemét között, tehát az akkor így megvan. Úgyhogy... Egy újabb vonal kivégezve. Úgyhogy akkor ennyi lett volna ez a vonal bejárás, egy újabb vonal kivégezve. Igen. Egy korábban, hogy most ugye ezt a vonalat kivégezik, utána a pusztavár mi lesz, meg utána megvan alatt az a bányavasúti rész? Jó, hát ott van valami ezért ilyen iparvágány, ahol nem volt személyszállítás, csak a bányavasút miatt volt. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ja, ja! Sziasztok! Sziasztok!